Na nézzük, mitől lesz sárga az ember fia? Hát például attól, hogy bekíváncsi... Mi? Nem tudok olvasni, tehát bekíváncsiskodik a halottashoz. Abból kell netemületeni a halott mosó vízbe lép, az eltávozott fésével fésülködik, vagy olyan pénzt vesz a kezébe, amelyel az elhúny szemét fogták. Ez nem lehetséges amúgy, hogy esetleg Ázsiából származott? This is a knife. A pillanat, amikor egy jó kiadós reggeli kávé után már a toaletti dolgokhoz fúrnán, de csak pingodászta a csészébe. Prices. Ezt majd kivágjuk. Nyilván elnézést kéne kérjek az előbbi mondókáim, de igazából a felsőjös, mert aki az ilyenektől elveszi a szétvágyát, az már az intuótól okázott egy métet. Jó vágyat minden esetre. Hova is tettem odram? Üdvözlök mindenkit, remélem jól van mindenki, én is meg vagyok, csak... hát szarul. Kénytelen leszek még tovább bontogatni a vicces témát, hiszen a mai anyag is ennek köszönhető, vagyis hát anyag, arany, bazd meg. Mivel anyámék már nagyban kiolvasgatták a nagyjaiókat a trónon, gondolták engem meglepnek egy húsvétkor egy gyöngy szemmel, igazából ez az ígézet ne fogja. Több elméletem is született a címről, ugyan borítót meglátva. Egyik az volt, hogy hú, micsoda fantazi lesz ez, boszorkány, hát akkor csak nem lehet rossz. Ez nem egy fantazi. Nem. Ez nem egy fantazi. Ez nem egy fantazi. Erre már csak úgy is rá lehet jönni, hogy nem igazán van feltüntetve szerző. De hát így konkrétan sehol se. Tehát így borítót megnézem, nincs. Tehát megnézed a első lapot, nincs. Tehát így ez így most mi? Közben természetesen kiderült, hogy ez mi. Mégpedig egy gyűjtemény. Egy babona gyűjtemény. Adok egy percet, hogy ezt átdolgozzátok. A családunkban senki se babonás. Tehát így igazából anyám se, apám se, bátyám se, igazából senki se babonás. Még olyanra se igazán lehetne mondani, pedig ő adta ezt nekem, hogy ez így most csak jó lesz. De nem. Egyszerűen ezt nem tudom, hogy minek szánta. Sajnálom egyébként, hogy nincsen kamerám, majd szerzek valamikor, de... eléggé érdekes illusztrációk vannak bennem, egy például seg, meg... nem, pornográf célokra se túl jó, de... legalább vicces. Na de kérem szépen, akkor mindre is szólhat ez? Szerintem fel is olvasok egy kis részt belőle. Az egyik kedvencemet egyébként. Szerintem minden vidéki nagyjából képben van a kenyésítéssel, ha meg igazából szerintem városi is, ha egyszer ellátogatott egy mit tudom én pékségbe. Mindazonáltal, aki food ilyetten se ez a... az ne ebből olvassa, mert... ez mi a szar? Igazából még a második mondatnak a... három negyedéig teljesen okés a dolog, de... miután ne írja, hogy babonáskodni kell, azért így megkérdőjelezem ezt a könyvet már eleve ez alapján, de... nézzük, hogy hogyan kell babonáskodni. E munkának szintén megvannak a tiltott és az ajánlatos napjai. Persze, ami az egyik vidéken tiltott, az a másik... éppen javasolt időpont. Ízzel a völgyében jeles napon, orvosházak környékén az asszonyos napokon nem szabad kenyel sütni, meg kővé válik. Mi ez bazd meg? Medúza vagy? Mi ez? Ha tétó napon akar próbálkozni valaki alattomos vagy buta nő személy, nem tudom, hogy ez miért nem járna együtt. A tűz rángja kifut! Kifut a kemencéből. Tehát egy ilyen maraton tűzfutókkal van dolgunk, basszus. Az olimpiánál se az olimpikonok hozták a tüzet, hanem a tűz hozta az olimpikonokat. Ez így teljesen világos, így.
a nagy pénteken készült kenyér véres belül. Nem tudom, hogy lehet azt megcsinálni. Amit havi tisztuláskor csinálnak, az pedig nyúlós lesz. Mitől? Mitől? Mondjuk az olyan plot twist lett volna, hogy havi tisztuláskor, tehát menstruációs idő alatt lett volna véres belül és fordítva. Tehát így nem tudom, az úgy így érdekes lett volna, csak elkezdek én múzsítani a nőket. Lehetséges, hogy ez nem egy babona, hanem csak a simán, így... Hát ezt nem nézhetezem! Igazából a többi része szintén ilyen blabla. Hát van itt igazából minden keresztvetés, meg... van egy nagyon kedvenc részem. Igazából a rész arról szól, hogy mi van akkor, aki fut a tűz! Ezt most itt tudom feldolgozni, hogy ez így hogy. A rész szerint megesik, mégis lengelobban a tető. Akkor nem elég ám csak vízzel locsolni, tüzetoltókat hívni. Hát végülis az túl egyszerű lenne. A házaégés itt meggátolja, ha a messzelnő közbe szaladják. Teljesen. Egy asszony pucéron, toronyos pálcán los, tehát forgatva, már két falusi csángóknál a sütésből először kikerült kenyérre a kezében, futja körül a lángoló vagy a tűz tejedésétől megoldni kívánt épületet. Van, ahol az új búzából legelőször sütött kenyérre háztyúcsa szúrásával állítsa meg a vészt. Máshol a család összes nőtagja hátul felemelt szoknyával állják körül a portájukat. Itt van egy illusztráció, ami szerintem nem sikerül bevágok, mert hát miért ne? Őszinte leszek, szerintem, aki eddig babonás volt valamennyire, az teljesen ki fog térni a hitéből ezt olvasva. Mert ez tényleg bullshit. Ez abszolút. Oké, hogy ebben hittek, de miért hittek kedden? Az oké, hogy egyesek hisznek egy ilyen képzetbeli lényben, amit Jézus tudnak. Ne pofázzál, kisköcsök! Azt úgy fogalmazom. Vannak, akik hisznek Istenben, ez teljesen oké, mindenkinek megvan ez a dolga. De ez teljesen... ez teljesen bullshit. Ez tényleg az a könyv, amit így igazából WC-re kell így használni, mert legalább lekötést tudsz rajta rögni, és ami így felenged. És akkor az úgy könnyebben megy. Ezt nem kell mellészítezzem. Minden esetre, ha minőségileg nem is olyan nagyon nagy vasszizdász, azért így WC és könyvhöz képest eléggé jó ára van, tehát kb. 122. Lehetséges egyébként, hogy ez még rendszerváltás előtti ára, de reméljük, hogy nem. Különben eléggé ráfázol. Még egyébként is olvasható, hogy ez az egész egy ilyen 1500 szócikket tartalmazó 2500 oldalas ilyen babona szótárból lett kiemelve, vagy legalábbis ennek a gyűjtőhelye lett ez a kis szolid 200 oldalas könyv. Hát azt inkább nem venném meg, de nekem ez bőven megéri. Meg szerintem úgy, ha eddig körbe ezzel így fel lehet vágni, hogy mindenki mondogatja, hogy jó, neki megvan az úgy ilyen Percy Jacksonos könyve. Hát nyilván ilyen nerdebb rétegre gondoltam, mint amiben én is tartom. Hát ezt hagyjuk. De akkor fel tud vágni, hogy mi az a Percy Jackson, mi az a csontváros, mi az a Harry Potter, meg Gyűrű Ura, meg mindenféle jó fantasy. Nekem mit van az igézet, ne fogja. Ez nekem tökéletes. Ez a legjobb könyv. Ez a legszórakoztatóbb könyv. Rögés nélkül is tudom összemondani. Mindenesetre köszönöm a figyelmet továbbra is, illetve a pozitívnak mondható visszajelzéseket az előző konteós videóm alapján, mert ez nem konteós videó, hanem ilyen külön kiadás, nem tudom minek lehet ezt mondani, de azért így köszönöm szépen, igyekszem még a témát keresni, találni,
stb. Közben amúgy gameplay táján is próbálkoztam, de hát valami ilyesmi sikerrel. Üdvözlök mindenkit! Ézenne a Mafia 2 végegyszer, és akkor most az van, hogy kikeresem a Mafia 2... Azokat nem látjátok, ugye? Szóval lényegében az van, hogy, hogy itt hol itt van, és akkor most a... És akkor most megnézzük, és akkor most... Demo-Pesavers, ez mi? Szerintem, hát ez tuti jó, mert hát magyar, szóval, és akkor most várjunk. Hát, szóval jaj, így próbálkozgatok. Igazából mostában minden cáfolgat engem, például a betegségem is, illetve, hogy nem találok normális magyar elkezdett támogató fontokat, illetve nem nagyon találok normális felvevő programot, tehát ez így nagyon szuper, de hát így ez így nem működik egyelőre, de majd valahogy megoldom. Minden esetre köszönöm szépen a figyelmet. Igazából majd találkozunk a következő videóban, addig is csüssz!